Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez az üzenet van számotokra, hanem küldök képeket is. Ha becsukom a szememet, megjelenik előttem egy kép. Ez olyan, mint egy képeslap. És úgy gondolom, ez a képeslap nem csak nekem szól, hanem talán neked is. A mai napon volt egy asztal, ezen a képes lapon egy fekete asztal terítővel. De én nem hiszem, hogy itt gyászról van szó, hiszen a kép nem ezt a szomorúságot közölte velem, nem így éreztem. Az asztalon volt egy színes újság, ami úgy össze volt, mint egy tekercs, tehát mint egy tekercs volt az asztalon ez a képes újság. Én elgondolkoztam azon, mit jelent ez a képes lap. Az asztal az a jelenlegi helyzetre utal. Lehet, hogy most minden olyan szürke, de megvan részünkről a bizalom, esetleg nem akarunk változtatni ezen a helyzeten, viszont ez az újság, ez egy üzenet, olyan képes újság, hogy legyen színes az életünk, hogy legyenek kapcsolatok, vagy informálódjunk valami felett, hiszen ezt az újságot lehet olvasni is. Tehát legyen egy változás, legyen színesebb az életünk. Hogy látod te ezt a képet, leírhatod a kommentárba. És most kinyitom a Bibliát, és mivel nem tudom, hogy mi az üzenet, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni. A nyakláncom, mint egy inga kimozdul, bizonyos szavaknál, mondatoknál, egy időben kapok gondolatokat felülről, és így adódik ez, hogy meg tudom kérdezni ezt a forrást, és kíváncsi vagyok, hogy mi a mai üzenet, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni. Ügyelj most az érzelmeidre, vannak nyugtalanságok körülötted. Rendezni fogod az otthonodat, valami változni fog. Jelenleg fáradt, kimerült vagy a munkahelyen. Itt lesz majd egy fontos gyülekezet vagy beszélgetés, ami a munkát, a hivatást illeti. Eltart 2 hétig, amíg meg lesz a belső nyugalmad, amíg rendezni tudod a dolgaidat. Hamarosan találkozni fogsz valakivel, és lesz egy fontos beszélgetés.
Nem csak ez a találkozás lesz fontos, hanem valaki gondol rád a múltból, és látni akar téged. Valaki esküdni fog valamire, és megbízhatsz benne. Ügyelj a szívedre, mert ez a te belső templomod. Ápold a szívedet, vagy azokat a dolgokat, ami ezzel összefügg, ezt én mondanám hozzá. Tehát ápold a szívedet, mert ez fontos számodra. A szíved, a te királyságod uralkodj e felett. A szíved olyan, mint egy királyság, és itt van a trónod. Uralkodj e felett. Megbízhatsz ebben. A szíved az a te helyed, az a te királyságod, ahol te tudsz uralkodni. Ez a tiéd, hiszen minden ott van, amit szeretsz. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.